Nem volt muzsikus, mégis a magyar zenei élet megkerülhetetlen alakja lett a nagykanizsai származású Strém Kálmán, akinek gyermekkora tragikusan alakult. Édesanyja Kálmán Magda feltehetően szülői nyomásra ment hozzá dr. Strém Zsigmondhoz. Lelki sorvadását aztán testi bajok követték, a szülés után tüdőembóliában hunyt el, halála az egész várost megrendítette. A betegségek nem kerülték el a család többi tagját sem. Strém Kálmán alig volt 3 hónapos, amikor egy járványos gyermekbénulás következtében egyik lábára megsántult. Később apjával a fővárosba költöztek, a család fő újra megnősült, Kálmánnak pedig öccse született, de a békésebb időszakot a 40-es évek újra beárnyékolták. Azt mondta, hogy azzal, hogy ő az édesanyja belehalt abba, hogy őt világra hozza, azzal tulajdonképpen, ha úgy vesszük, megmentette az életét, mert így került el Pestre, és a fővárosban a zsidóságnak valamivel nagyobb esélye volt azért a túlélésre, mint vidéken. Ugyanis itt vidéken a kiterjedt családból szinte senki nem maradt életben. Úgyhogy ha akkor mondjuk még a család itt él, esetleg több testvére is még születik, akkor könnyen lehet, hogy egy olyan 11-12 éves kisfiú nem élte volna túl. Nem érte volna túl azt a korszakot, így Pesten, hát nehéz volt így is. Ebben a könyvben egyébként, ami megjelent Strém Kálmánról, szintén Gerő Katalin szerkesztésében, hát nagyon sok minden megtudható róla is, meg a körülményekről is, sok kép is látható, úgyhogy nagyon ajánlom, könyvtárból ki lehet kölcsönözni, akinek mondjuk, mert biztos azért sok mindenkinek nincs meg, de érdemes belelapozni. Szóval ebből megtudhatjuk azt is, hogy bizony ő is hogyan élte túl, hogy apácáknál rejtegették őket a kisöccsével. Miután nevelőanyja Bolíviába utazott, anyai nagybátyjához költözött, megpróbált bekerülni az egyetemre, de gazdag polgári származása miatt elutasították, holott addigra a családi vagyon elveszett, zsidósága miatt pedig számos megpróbáltatás érte. Egy ismeretség révén kapott állást az Országos Filharmóniánál, mellette levelezőn kezdett bele bölcsész, majd szociológiai tanulmányaiba. Az Országos Filharmóniánál töltött időszaka az egy rendkívül fontos időszak volt az egész magyar zenei élet szempontjából. Ő volt, és a vidék szempontjából volt rendkívüli, mert ő volt az, aki aztán a teljes vidéki, hogy úgy mondjam, üzletágért felelt az Országos Filharmónián belül. Tehát ő ismerte az egész országot, járt mindenhol. Az az érdekes, hogy járt Nagykanizsán is, aki akkoriban 60-as években például a kanizsai hangversenyeket szerveztek, a DNO a művelődési ház részéről. Ő azt mesélte, hogy ő találkozott vele többször, és soha nem említette neki, hogy ő Nagykanizsáról származott volna el. Érdekes módon. Egyébként is olyan ember volt, aki nagyon keveset beszélt saját magáról. Igazi úri embernek írják le a visszaemlékezők, mert ebben a könyvben számos visszaemlékezés is található, főleg muzsikusoktól, hogy milyennek találták őt. Na most tehát ilyen szempontból közvetetten Kanizsának is segített, mert csak az, pontosan egyébként a Kajdi Jenő aztán azt is mesélte, hogy csak olyan érdekes volt, hogy úgy látta, hogy Kanizsával egy kicsit, mintha kivételezne, hogy tényleg a legjobb műsorokat juttatta ide, hogy azért ez benne volt, annak ellenére, hogy nem árulta el, hogy ő Kanizsáról származott el, bár hát emlékei nyilván nem lehettek személyes emlékei. Na most a rendszerváltáskor ő is remekül tudott váltani, és mindazokat a tapasztalatokat, mert őrületes tapasztalatokat és őrületes hatalmas tudást ugye felszedett, hogy így mondjam, a nemzet, az Országos Filharmónia beli évei alatt, hogy ő lett az első magán hangverseny rendező Magyarországon. És ezzel mintegy visszahozta azokat a régi nagy hangversenyrendezőket, akik olyan legendások voltak, például Kun Imre, el lehet olvasni neki is, meg vannak a visszaemlékezései, hogy akkoriban ez milyen volt a magán hangversenyrendezés. És hát ebben a minőségében hát olyan dolgokat csinált, hogy például ő volt az egyik alapítója a Magyar Hajdin Társaságnak. Aztán ő hívta életre Balatonföldváron a földvári napokat, amivel viszont a kortárs magyar zenét hát próbálta menedzselni, mintegy. És hát még egy csomó ilyet lehetne sorolni, olyan hangverseny bérleteket, sorozatokat rendezett,
amik hát szóval egészen elképesztőek voltak, hogy micsoda ízléssel, műgonddal csinálta meg őket, ami maga azt mondták ezek a muzsikusok, akik ezekben részt vettek, hogy ahogyan ő meg tudott szervezni egy hangversenyt vagy egy béletsorozatot, az maga olyan volt, mint egy hangverseny maga. Kortársai úgy emlékeznek rá, igazi úriember volt, ugyanakkor megszállott, ha munkáról volt szó. Iszonyú mennyit dolgozott, és amikor már magánhangversenyrendező volt, akkor gyakorlatilag szinte mindig a saját pénzét kockáztatta, és emiatt bizony, hát hogy mondjam, sokszor nem kapta meg azt a támogatást, amit mondjuk az az ügy megérdemelt volna, mert azt mondták, akik ott följebb ugye az íróasztalok mellett, meg a pályázatok elosztásánál stb. Ültek, hát minek? Hát őnek úgy is van, majd ő megfinanszírozza a saját koncertjét. Tehát ilyen szempontból ez meg felemás helyzet is volt, de ezt is ő vállalta. Vállalta, és neki soha nem az volt a fontos, hogy most ezen ő mennyit keres, hanem az ügy, hogy meglegyen. Meglegyen, és fontos volt ez neki. Ezt írta például Horváth Anikó csemboló művész, aki itt volt a legelső Stream Kálmán emlékkoncerten és játszott, hogy egyensúlyba tudta hozni a művész, a hangszer, a muzsikus partnerek, a művek, a terem, a közönség ezernyi problémáját, kívánságát, rezdülését. Minden csodálatosan megoldódott, gyakran egy személyben volt menedzser, sofőr, pénztáros és még sok minden. Ugyanakkor kérések teljesültek, ugyanakkor művészi engedményről szó sem lehetett. A koncertműsorok szerkesztésén, arányain, koncepcióján túl tudni akarta a darabok időtartamát, alapozó személyét, szóval nem folytatom tovább a világon mindent, és hogy milyen fantasztikus, tényleg műgonddal szervezett koncertek voltak ezek a szórólapoktól kezdve a minden területig. Kevesen tudják Stream Kálmánról, hogy könyvet is írt, sok más mellett a veszélybe került magyar hegedű oktatásról, de nevéhez köthető a zenei menedzserképzés megszervezése is a Zeneakadémián. Hát nagyon sok ilyen, sok szélmalomharcot kellett vívnia. De egy rendkívül tisztelt egyénisége volt az egész muzsikus társadalomnak, és nagyon hirtelen halt meg alig egy-két napi betegség után, és hát gyakorlatilag egy ilyen sok érte szinte a magyar zenei életet az ő halálával, tehát olyan szinten volt elismert ember.